Számos vizsgálattal várják a fiatalokat, amelyek során segítenek esetleges betegségeik felismerésében, illetve egészségük megtartásának érdekében tanácsokkal látják el őket. Itt gyermekeket szűrünk, ez kifejezetten gyermekközpontú nap lesz, hallásvizsgálat, ortopédiai vizsgálat, lisztérzékenység szűrés, szemészeti szűrés, és természetesen ugyanúgy, ahogy a felnőttek részére is, táplálkozási tanácsadás, életmód tanácsadás, mert én azt gondolom, hogy ezt nem elég korán kezdeni, már gyermekkorban egyfajta életmódot, egészséges életmódot kell kialakítani, azért, hogy felnőtt korban ez már tudatossá váljon, és az egészségmegőrzés már gyerekkorban megkezdődjön. Ezeken kívül lehetőség lesz még testtömegindex számításra, illetve tájékoztatást kapnak a szülők a kötelező és az ajánlott védőoltásokról is. A tavalyi év mintájára idén is lesznek a gyermekek számára játékos programok, többek között kézműves foglalkozás és rajzpályázat is. Tavaly is rengetegen voltak, az idén is nagyon sok gyermeket várunk. Igyekszünk színesebbé tenni ezt az orvosi vizsgálati napot, természetesen meglepetés vendéggel, ugyanúgy, ahogy tavaly, ajándékokkal. A szervezők hangsúlyozzák, hogy a vizsgálatok kizárólag tájékoztató jellegűek. Amennyiben a szűrésen kapott eredmények eltérést mutatnak a normál értékektől, a megjelentek keressék fel házi orvosukat vagy szakorvosukat a pontos diagnózis felállítása érdekében.